mesélek egy történetet, amit én is egyszer még úgy hallottam. Ez a Mingi csúfolt lány és a mesternek a története. Nagyon érdekes, nagyon tanulságos, várd meg a végét, mert az lesz a legjobb. Volt egy nagyon szegény lány, akit az iskolában Mingi csúfoltak. Ez régi időkben játszódik, kitalált történet, viszont meglátod a tanulságot benne. Mindenki csúfolta, és keresett magának egy mestert, akihez elment. Ez a mesternek elpanaszolta az, hogy menjen csúfolják az iskolába. A mester türelmesen meghallgatta őt, mondta neki, hogy te nem vagy csúnya, nem vagy buta, és nem tudom, hogy téged miért csúfolnak. Szóval erre nem tudott neki megoldást nyújtani, mire a leány valójában kíváncsi lett volna. Adott neki egy gyűrűt, nagyon értékes ilyen, úgymond ilyen olyan gyűrűt, ami tudomásom szerint aranyból volt, de az nincs úgy kifejtve, pontosan lejék az, hogy egy aranygyűrű volt. Odaadta neki ezt az aranygyűrűt, és mondta, hogy fogd meg ezt az aranygyűrűt, lányom, és menj el a piacra, és add el valakinek, és aztán hozd vissza azt a pénzt. A lány fogta magát, elment a piacra, kisétált, ugye, és elkezdte oda menni árusokhoz, hogy vegyék meg tőle ezt a gyűrűt. Bármennyiért eladhatta volna egy aranyéremért is, 2 és 10-ért, teljesen mindegy, csak azt akarta a mester, hogy adjál ezt a gyűrűt. És kinevették, kicsúfolták, mondták, hogy ez értéktelen, vidd innen, menj innen, és kicsúfolták, és elüldözték onnan a lányt. Visszament szomorúan a lánya mesterhez, és a mester az mondta neki, hogy oké, értem, akkor fogd most ezt a gyűrűt, és menj el a legnagyobb ékszerkereskedőhöz itt a főutcán, vidd el neki ezt a gyűrűt, és add el neki annyit, amennyit ő hajlandó adni érte. Teljesen mindegy, add el, és gyere vissza. Lán fogta magát, elment, elsétálta a mesterhez, és vagy ehhez a úgymond ilyen aranykereskedőhöz elment. Aranykereskedő belépett, mutatta neki a lánya a gyűrűt, elkezdte nézegetni jobbról-balról, elkezdte vizsgálni. Fogta magát, így rohanva befutott a raktárba, és kihozott egy ilyen erszényt, vagy egy ilyen szatyrot lényegében, egy ilyen kisebb, ugye ilyen régi időben játszódik, egy ilyen szatyrot, és kihozta, és mondta azt, hogy sajnálom lányom, csak 90 aranyérmet tudok érte adni. Több nálam nincsen. Ennyire hajlandója vagy adni. És mondta a lányom, persze, és kifizette őt ez az aranykereskedő. A lány az nagyon örült, hogy előbb senki nem akarta megvenni, értéktelenek tartották, a mester az még mondta, vagy ez az aranykereskedő még hajlandó volt 90 aranyérmet fizetni érte. Fogta magát, visszament a mesterhez, és nagy örömmel ment oda elicsekedni, hogy mennyire ügyes, hogy el tudta adni ezt az egészet. Amikor elicsekedte, akkor a mester mondta tőle, megkérdezte a lántól, hogy most már tudod azt, hogy miért csúfolnak téged? Akkor a lány mondta, hogy hát de mi közel ehhez a kettőnek egymáshoz, és nem értette. Aztán mondta, hogy nézd meg, amikor elmentél a piacra, akkor a sok buta ember, aki nem értett hozzá, nem látta annak az értéket annak a gyűrűnek, mit csinált? Kinevetett, és csúfolt, és elküldött. Amikor elment egy szakértőhez, egy mesterhez, aki értett hozzá, és tudta, hogy annak a gyűrűnek mennyi az értéke, akkor örömmel fizetett érte 90-et is, 90 ilyen aranyérmet. Leesett a tantusz, hogy igen, hogy tényleg. És mondta, hogy hát de ettől még ugyanúgy csúfolni fognak. És mondta neki, igen, a mester, hogy igen, csúfolni fognak a buta emberek, akik nem látják a te értékedet, de valójában azok az emberek, akik úgymond teljes mértékben úgy tekintenek rád, hogy egy értékes ember vagy, azok már látják a te értéket, hogy miben vagy erős, na azok az emberek, azok tisztelni fognak, és soha nem fognak téged csúfolni. Szóval ez nagyon érdekes, az életben is így van, ez a történetnek a vége, de az életben is így van, hogy azok az emberek fognak téged csak csúfolni, minden iskolában is, hogy engem is például mindig úgymond terrorizáltok, amikor voltam egy ilyen 10-14 éves például, sokszor úgymond baszogattak iskolába. Azért is volt, mert ezek az emberek nem voltak magukkal megelégedve, szóval csak az baszogassa a másikat, aki saját magában nincs rendben. Én akkor ezt nem tudtam, ha tudtam volna, akkor másképp reagálok, de a lényeg az, hogy én ezt nem tudtam. És ez is egy ilyen dolog, hogy valójában, ha valaki belérköt, vagy a utcán hallott, hogy valaki kiabál hangosan, vagy direkt beleköt a másikba, mindegy, hogy be van rúgva, vagy nem, azok mind olyan emberek, amik valójában belül be vannak szarva, félnek, és abszolút nem erősek. Csak azért mutassák magukról a nagy csávot, hogy ők nagyon erősek, de valójában az az erős ember, aki kúszba van, aki nem pofázik, nem a kiabál másokkal, nem kezdeget másokkal, azok az erős emberek, akik meg úgy vannak, azok valójában lehet, hogy izmuk van nekik, vagy van nekik egy nagy karjuk, vagy teljesen mindegy, de valójában egy kis nyuszik legbelül. És te is látottál biztos olyan filmeket, nem tudom, melyikbe volt, de például ott is volt, hogy hogy valahol olvastam egyik könyvbe, talán a Gondolkodj, a Napóleon Hillnek a könyvébe, talán abban volt, hogy volt egy kislány, és lényegében ő egy rabszolga volt, egy ilyen úrnak volt a rabszolgája, ez
régen játszott, ugye azt hiszem 800-as években, és egy úrnak volt a rabszolgája, ez egy néger kislám volt. És a anyukája nagyon beteg lett, és szüksége volt pénzre. 50 centre lett volna szüksége, és ez a kislány ezt fogta magát, és oda ment ehhez az úrhoz, hogy adja neki 50 centet, mert a mamája beteg. És akkor a úr az ilyen félváró vette, lenézte, mert ő néger volt, mert ő rabszolga volt, lenézte, és aztán elkezdett ott vele kiabálni, és mondta, hogy tűnj el innen, menj innen, elküldte a picsába magyarul. És a kislány az fogta magát, előre lépett egyet, ez ilyen nagyon apró kislány volt, az meg egy ilyen nagy darab ember volt, laptop 100-valahány kiló, és előre lépett az emberhez. Belenézett nagyon mélyen a szemébe, és tiszte torka szakadtjából rákiabált, hogy nekem hogy adjon 50 centet az anyukának, már nagyon beteg, de tiszta torka szakadtából rákiabált. Aztán az ember az így megrándul, egyből adta neki a pénzt, és aztán így rendesen így kusba maradt, így már a kislány az úgymond ledominálta őt. Nem azért, mert erősebb volt, izmosabb volt, vagy bármi, mert a kislány volt hitte abba, hogy neki arra szüksége van, és teljes szívből elhitte. És tök mindegy, hogy az ember, hogy egy sárkányát volna ott, vagy bárki, akkor is végigment volna ezen a sztorin. Akkor is beletettem volna magát, és ez nagyon-nagyon érdekes. És mit reagált rá az ember, vagy mit reagálnak ilyenkor az emberek? Visszahúzónak, szóval akinek nagy a hangja, teszi az eszét, vagy bármi egyéb, az valójában belül 99,99%-ban egy kis nyuszi, és valójában amúgy nincs neki semmi egyébre, hogyha igazán határozott vagy és rászólsz. Jó, úgyhogy ez egy ilyen tanulságot, de mondok még pár tanulságot, hogy tedd fel magadnak a kérdés, hogy te ha egy alkalmazottként dolgozol egy cégnél, vagy bármilyen formában, ha vegyük azt, hogy te most, hogy alkalmazottként nézed ezt, akkor te alkalmazottként el vagy ismerve vagy a cégbe? Látják az értékelet, azt csinálod, amit te csinálsz, vagy lényegében olyan dolgot akarnak ráerőltetni, ami nem te vagy. Másik az, hogy ha vezető vagy, akkor elég szakértői szemben nézed az embereidet. Szóval, hogy a vezetőnek az a legfontosabb feladata, az a igazán jó vezető, hogy a John Maxwell is mondta, aki meglátja azt az emberbe azokat a erősséget, amivel ő képes. Ha az ember abban nem erős, hogy ő nem szeret például különböző dolgokat csinálni, nem tudom, valaki szeret emberekkel kommunikálni, valaki meg utál, akkor nem fogja azt az embert ráállítani arra, amit utál, mert tudja, hogy abban az ember nem lesz jó. Szóval mindenkinek megtalálja azt az erősséget, ami neki való. És abba fog tudni az ember kiteljesedni, és azt megtalálja az emberbe. És azáltal a jó vezető mindig meglátja az emberben az értéket. A tanárok például, mi volt az iskolában, te is emlékszel rá, tanárok egyből lebasztak téged, hogyha együtt dolgoztál például, volt egy vizsgai időszak, vagy volt kellett írni, és akkor te egy valami vizsgát, vagy röbb dolgozhatod, tök mindegy, és akkor te például kértél segítséget a pattársodtól. Akkor mit csináltok, hogy együtt dolgozhatok? Lebasztak tégedet, és megbüntettek, megszittak. Ha te véletlenül te nem tiszta szín egyes voltál, vagy nálunk egyes voltál Magyarországon ötös, hanem szín ötös voltál, akkor ebben az esetben mindig a tanár megnézte, hogy belekötött abba, hogyha te nem tanultad meg most a leckét. Nem azt nézte, hogy te 99 alkalommal megtanultad, most az egyszer nem, hanem mindig a rosszat lát. Szóval a tanárok nagyon sok esetben tisztelt a kivételnek, nagyon olyanok, hogy a rosszat látják a másikba, vagy rosszat látják, mindig azt a problémát keresik. És ebben az esetben is, hogy nem hagyják az iskolába is, hogy együtt dolgozzunk, hogy ez a két ember együtt dolgozzon, segítse egymást. Mert lehet valaki egyik az jó matekból, a másik az meg jó történelemből. És a történelem vizsgákon segítene az egyik a másiknak, a másik meg a matek vizsgákon, és a két embert nem hagyják együttműködni, de a világban csak úgy tudsz érvényesülni, ha mások együtt dolgozol, hogyha nem tudsz együtt dolgozni a világban másokkal, mert te mindent egyedül csinálsz, akkor kurva jó vagy, de hogyha te lebegszel vagy valami, akkor nincs aki vigye azt a céget mögötted, vagy bármi. Nincsenek olyan kollégáidak együtt dolgozzál. Szóval ha van az a mondás, hogyha te rövid távra akarsz gyorsan eljutni, akkor menj egyedül, de hogyha hosszú távra akarsz eljutni, akkor mindig menj csapatba, amivel sokkal lassabban fogsz haladni, mert lesznek mindig problémák, emberekkel foglalkozni kell, problémáik vannak, nem úgy meg nekik a dolog, vagy a munka, vagy bármi, nem olyan eredményeket hoznak, de hosszú távon avval tud működni, rövid távon csak egyedül tud működni. De ha te rövid távon gondolkozz már neki, most azonnal kell valami, például azonnal szükséged van, nem tudom, 2000 euró fizetésre, meg tudod csinálni, nagyon akarod. Csapatban lehet, hogy te egy cégvezető vagy, lehet az elején sokkal több lesz a bevétel, de sokkal több lesz a kiadásod, és ezen keresztül lehet, hogy te csak 500 eurót vagy 1000 eurót fogsz keresni 3000 euró helyett. De ha van egy jó csapatod, avval a csapatta, úgy mondta, egy cégvezetőként, vagy cégtulajdonosként ki tudsz venni majd 5 év múlva például havi 10.000 eurót a cégből. De ha egyedül csinálnád, akkor ugyanúgy keresni 3000 eurót, de sosem fogsz 10.000-et keresni, mert egyedül nem tudod megoldani.
Megtudod, persze, de most ebbe az esetben. Értem. Jó? És ne felejtsd el a legvégére azt, hogy minden ember megvan a maga érték. Minden ember egy értékes ember, azt kell megtalálni, hogy az ember miben értékes. Ha te ezt megtalálod, megvezetőként meglátod az emberbe, akkor örökre követni fognak téged. Ha nem találod meg, és te csak minden emberben rosszat látod, te ezt nem csináltad, meg nem pontosan teljesítetted ezt a feladatot, mindenben rosszat látod, akkor nagyon szar vezető leszel, és soha nem fognak téged igazán tisztelni és követni. Jó, úgyhogy ezt ne felejtsd el, ha pedig ilyen történetre nagyon kíváncsi vagy még, akkor megosztottam egy ilyen sasfiókákról szóló videót, még régen készítettem, de kattints ide és nézd meg, nagyon érdekes és nagyon tanulságos.